Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és először is mindjárt a köszönet hangja a testvérek felé, hogy ilyen példás rendben tettük meg ezt az átalakulást, és ismerjük azt a mondást, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, és majdnem el is fértünk ott benne, de hát a sok jó ember a nagy helyen is elfér, és most így sokkal jobb, ha itt vagyunk a szabad ég alatt. Kérünk majd egy külön imacsoportot, aki azért imádkozik ma délelőtt folyamán, hogy essen az eső, csak ne itt, hanem valahol máshol. De ha látjuk esetleg, hogy egy pici kis eső elindul, és egy esernyővel tudjuk esetleg a zenészeket vagy a hangszereket védeni, akkor erre önkéntes felajánlókat elfogadnak a zenész testvérek bizonyára. Szeretettel köszöntjük tehát így az egész ünneplő gyülekezetet, és vendégeinket is. Külön hagy említsük meg azokat a vendégeket, akik a mai napnak a szolgálat tevői is lesznek, így dr. László Imre, lelkipásztor, misszionárius testvérünket, aki Kárpátaljáról érkezett közénk, és délelőtt hirdeti majd közöttük Isten igéjét. Ugyanígy nagy szeretettel köszöntöm a vele együtt Kárpátaljáról érkező missziómunkásokat, lelkipásztorokat, kedves családjaikat, akiknek bizonyságtételét mind délelőtt, mind délután hallgathatjuk majd. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Tóth Piroskát is, misszionárius testvérnőt, akinek könyve is jelent meg a mai napon, majd olvashatunk, vásárolhatunk ebből is, Isten áldása kísérje az ő életét és mindazokért, akik elkísérték őt. Hadd köszöntsem még egyházunk vezetőségét, Pap János elnök testvért, Mészáros Kornél főtitkár testvért és Durko István misszió igazgató testvért is. Köszönjük a helyi polgármester úrnak, dr. Sajtos Sándor úrnak is, hogy lehetővé tették, hogy az éppen folyamatban lévő munkálatok, amelyek Tahi táboruk oldalán látszódtak, időlegesen most befejeződtek, és így zavartalanul tudtuk használni ezeket a bejáratokat is. Isten áldása legyen így tehát rajtunk ezen a mai napon is, és hagyj hirdessem azt is, hogy az Isten tiszteletek alatt majd gyermekmunka is lesz. Elsősorban a 6 év feletti gyermekeket várják majd a Magyarországi Ige Mag Alapítvány munkatársai, Fab Gellér testvér és az ő csapata. Ott látjuk őket itt, föl is emelik az ő kezüket, integetnek, és ő hozzájuk lehet majd a gyerekeket vinni. A Jeruzsálemben lesznek ezek a foglalkozások, elő is készítették már ott a terepet, nagyon érdekes játékok és bibliai vetélkedők, feladatok lesznek majd. Várjuk tehát testvéreinket majd ide. És köszönjük nagyon a zenészeknek, a budafoki ének és zenész csoportnak, a technikusoknak, illetve a fúvós zenekarnak, akik most már éppen nincsenek itt, hogy ilyen rugalmasan készek voltak abban, hogy ezt a kis átszervezést megtegyük. Isten adja, hogy ez a mai napunk valóban áldás legyen, és hogy valóban így legyen, egy imádsággal kezdjük majd meg ezt a mai alkalmunkat. Mészáros Kornél testvért kérem, hogy imádságban vezessen majd bennünket Isten elé. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a helyet, és köszönjük ezt az alkalmi gyülekezetet, sok-sok helyről érkezett testvérünket. Urunk, ismersz bennünket és a szükségeinket. Köszönjük, hogy az időjárás is a te kezedben van, és az a lelki töltet, amivel te akarsz tovább küldeni általad, valósulhat meg az életünkben. Urunk, nem azért jöttünk, hogy csak ünnepeljük augusztus 20-át. Nem azért, hogy csak hálát adjunk a kenyérért, vagy ezért a hazáért, amiben élünk, hanem azért, hogy te lehessenek az ünnepnek a középpontjában. Így kérünk téged, hogy fogadd kedvesen a mi Isten tiszteletünket. Segíts minden szolgálattevőnek, hogy azt adja át, amit tőled kapott. És segíts a jelenlévőknek úgy fogadni, mint a tőled jövő áldott üzenetet, ami ígében, énekben, bizonságtételben bennünket szólít meg. Urunk, kérünk, hogy legyen áldott ez az Isten tisztelet. Az Úr Jézus nevében. Amen. Isten szent. És amikor egy ilyen helyen és egy ilyen előzmények után, az előző percekre gondolva jövünk össze,
akkor kell, hogy a mi gondolatainkban határozottan forduljunk a mi Úrunk felé, és engedjük a mi szívünkben az ő szentségét, az ő igazságát átáradni, és a mi figyelmünk középpontjába kerüljön ő, aki a Szent Isten. A hetes számú ének ezen a lapon, amit kiosztottunk, és ha valahol még szükség van, akkor innét a szószék mellől lehet vinni ebből a lapból. Ezen a lapon a hetes számú ének, amellyel kezdünk együtt énekelni. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, felséges Isten. Így kezdődik ez az ének. És javaslom, hogy elég sokat ültek a testvérek várakozva a kezdésre, ezt most fennállva énekeljük el, mint egy Isten szentségét ilyen formán is megtisztelve.
egy kicsit állva, és hadd kérjem azt a jelenlévőktől, majd később az okát megtudjuk, hogy a körülöttünk lévők közül, akit nem ismerünk, valakitől kérdezd meg, hogy honnan jöttél. Honnan jöttél? Van-e olyan a környezetedben, előtted, mögötted, akiről nem tudod, hogy honnan jött? Egy kérdés, tegyél föl. Honnan jöttél? És talán egy kicsit többet tudsz már egy ismerősre tettél szert. Köszönöm szépen, most telefonszámot ne cseréljünk, ezt esetleg a végén. Foglaljon helyet most a gyülekezet. Az áhíta percei következnek, és ezzel a kérdéssel szeretnék tovább menni. Most már arra kérem, hogy a részletes beszélgetéseket hagyjuk ebédszünetre, akár azokkal, akiket most kérdeztünk meg. Azon gondolkodtam az áhítatra készülve, hogy Magyarországon rengeteg ember van, és elég sok olyan ember van, akit most különös módon kezelünk, vagy akikre különös módon gondolunk, és meg se kérdezzük, hogy honnan jöttetek, illetve azok az igazgatási szervezetek kérdezik meg a menekülteket, vagy a migránsokat, hogy honnan jöttek, és mi a céljuk. Néhány bibliai képet hadd hozzak, és ezzel szeretnék imádságra buzdítani. Annak idején Sára szolgálója, Hágár, nem bírta már Sárának a kikészítő akcióját, és elmenekült. Aztán egy angyal megy utána. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, és ezt kérdezte. Hágár, Sára szolgáló lánya, honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt, úrnom elől menekülök, aztán megkapja a parancsot, hogy tessék visszamenni, megalázkodni, és élj tovább abban a környezetben, ahol eddig voltál. Honnan jössz, és hová mégy? Mi a célod? Kérdezi az Úr angyala Hágártól. Ismerjük a történetet, a hátteret, Sára, lelki terheit, de azt gondolom a kérdés jó, ha ott marad bennünk. Egy következő történet van előttem a Bírák könyvéből, amikor a lévita bejut egy olyan családhoz, akikről azt hiszi, vagy egy olyan közösséghez, akikről azt hiszi, hogy befogadják őket pogányok településére, nem akarnak menni. És azt mondják, a mieink közé megyünk. Aztán, amikor elérkeznek Gibeába, senki nem fogadta be őket a házába éjszakára. Bírák 19-16. Végre egy öreg ember jött este a mezei munkából. Ez az ember Efraim hegyvidékéről származott, és jövevényként élt Gibeában, annak a helynek a lakói pedig benyáminiak voltak. Akkor fölnézett az öreg ember, és meglátta az úton lévő embert a város terén, és megkérdezte, honnan jössz, és hová mégy? Mi a múltad, és mi a jövőd? Mi van mögötted, és milyen célok vannak előtted? Ő így felelt, átutazóban vagyunk a judai Betlehemből, Efraim hegyvidékének a szélére, mert odavaló vagyok. Betlehemben jártam, és most az Úr házához megyek, de senki sem fogad be engem a házába. Pedig szalmánk, abrakunk is van a szamarainknak, kenyerünk, borunk, stb. Erre ezt mondta az öreg ember, békesség neked. Amire csak szükséged van, az az én gondom. Csak itt ne maradj a téren éjszakára. Elvezette a házához, abrakot adott a szamaraknak, megmosták a lábukat, majd ettek és ittak. Honnan jössz, és hová mégy? Mi van mögötted, és mi van előtted? A média azt sugallja felénk, hogy emberek ezrei, tízezrei, százezrei jönnek messziről, és Magyarországon át akarnak valahová menni. Hát kérjem azt, hogy a következő percekben, amikor imádkozunk, akkor gondoljunk rájuk, és az imádságunkban legyenek ott ezek az emberek, és most ne politizáljunk, ne a motivációk felől gondolkodjunk.
emberek, akik valahonnan jönnek, és valamerre, valahová mennek. Mi a múltjuk? Egy nemzethez tartoznak? Egy családhoz tartoznak? Egy valláshoz tartoznak? De mi a jövőjük? Hová mennek? Európába érkeznek százezrek, vagy milliók. Mit találnak nálunk? Mi van a házunkban? Milyen kincseink vannak? Milyen értékeink vannak, amit át tudunk adni? Tudom, hogy ezen a napon kárpátaljai helyzetre szeretnénk utalni, de nagyon bennem voltak ezek a gondolatok. Honnan jössz, és hová még? Ha valakitől megkérdezed, talán elmondja, hogy eltagadja. De hadd kérdezzem most tőletek, kedves jelenlévők, és gondolkodjunk egy kicsit magunk. Honnan jöttél? És hová tartasz? És most nem másokra, hanem magunkra gondoljunk. Mi van a múltadban? Honnan származol? Hol tanultad a hitet, vagy a hitetlenséget? És hová tartasz? Majd egyszer fölhangzik, hogy kik ezek? Honnan jöttek? Hát a nagy nyomorúságból. De hová tartottak? Hát ahhoz a célhoz, ahová érdemes, és ahová egyetlen helyként érdemes tartani. Azt szeretném, és ha imádságunkban az Urat kérjük, akkor ez is legyen ott. Jézus azt mondja a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy a szél fúj. Nem tudod, hogy honnan jön, és hová megy. És mire is utal itt Jézus? Hogy aki lélektől született, az valami ilyesmit él meg. Most lehet, hogy sokan azt kérik, hogy ne fújjon a szél, mert akkor a fákról a vízcseppek a nyakunkba hullanak. De bárcsak a Szentlélek közénk fuvalna, időnként porigalázva, aztán fölemelve. Hová még? Hová mentek vándortársak oly sietve fölfelé? Van a régi kérdés az énekben. Hová még? Én azt szeretném kérni most, sokszor tesszük azt, hogy összefordulunk, és többen imádkozunk, hogy most ne így, hanem mindenki magában imádkozzék. És az Úrnak csöndes alázattal valld meg, hogy honnan jössz. Ha örömöt mondhatsz, akkor hálaadással, ha bűnvallást, akkor könyörgéssel. És valahol az imádságodban legyen ott az az odaszánás, hogy Uram, én hozzád akarok menni. És ha eddig nem tudtam, akkor ezen a napon győzd meg engem. És mutasd meg azt a célt, amit el kell érnem, hogy üdvösségem legyen. És bárcsak az Isten tisztelet végén, vagy a nap végén mindenki azt mondhatná, hogy tudom, hogy hová tartok. Tudom, hogy kiben hiszek. És az Úrral akarok találkozni. Aki lélektől született, az nem saját maga dönti el, hanem alárendeli magát Isten vezetésének. Azt kérem, hogy most legyünk csöndben, és próbálj a kérdésekre válaszolni. Honnan jössz, hová megy? És ha ebben a belső csöndességedben imádkozol Magyarországért, az itt megszülető döntésekért, Európáért, a migránsokért, akik jönnek és maradnak vagy mennek, hogy bárcsak tudnánk nekik Jézusról beszélni, és nem csak hazát változtatnának ezek az emberek, hanem hitet. És bárcsak elfogadnák azt a Jézust, aki nem csak Magyarországnak, nem csak Európának, hanem az egész világnak az Ura akar lenni. Neki adatott minden hatalom menjen és földön. Őt szólítsuk meg, hadd kérjem, hogy csöndes imádságban, hangtalanul, de annál nagyobb nyitottsággal az Úr felé imádkozzunk. Legyünk most csöndben, és így tegyük ezt.
te ismered igazán az életünket, és tudod, hogy mekkora nyomorúságból jöttünk ahhoz, hogy rád találjunk. Köszönjük, hogy ezen a napon beszélni akarsz velünk. Hogy szembesíteni akarsz múlttal és jövővel egyaránt. És azt akarod, hogy sok mindent félretegyünk, elhagyjunk, de a célt mindennél fontosabbnak lássuk. Úrunk, szeretnénk most odaszánni neked az életünket, és arra kérünk, hogy ó, vonj minket, Jézus, mindig közelebb. Bocsáss meg azokért az időkért, amikor úgy éreztük, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy hol találjuk meg az élet boldogságát, örömét, és ebből kihagytunk téged. Szeretnénk most alárendelni az életünket, az akaratunkat neked. És arra kérünk, segíts hozzád tartani. És segíts ezen a napon hozzád jönni mindnyájunknak. Találkozni jöttünk veled, Úr Jézus Krisztus. És akkor már nem is a múlt számít, hanem a jövő. Mert veled mindent rendeznünk lehet. Köszönjük, hogy számíthatunk rád. Arra, hogy ezen a napon megszólítasz, hogy megerősítesz, hogy szolgálatba állítasz, és tovább küldesz bennünket. Kérünk, hogy mindenben legyen meg a te akaratod. Adj nyitott fület, adj készséget a veled való közösség helyes megélésére. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Az Úr Jézus nevében. Amen. És zárásként hadd idézzem még az Úr Jézus szavait, aki ebben a kérdésben nagyon egyértelmű példát adott nekünk. Amikor kikezdik őt, akkor ezt mondja, ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Az akkori hallgatóságra sajnos ez az igaz. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Adja meg az Úr, hogy mi ne tartozzunk ezek közé, hanem a mai nap végére mindnyájan tudjuk, hogy Jézus hová ment, és hogy mi hová tartunk. Adjon Isten áldást egész napunkra. A lelkünk megerősödik, megküldik, felfrissül az Isten jelenlétébe, ahogy az előző percekben, imádságban őhozzá fordultunk, ahogyan az Isten igéje meg tud szólítani bennünket, mielőtt erre kerülne a sor, ismét énekeljünk egy éneket. Lelkem, áld az Urat! Kezdetű ének, ez a 6-os számú ének. Lehetséges, hogy vannak olyanok, akik ezt az éneket kevésbé ismerik, figyeljünk majd azokra, akik az éneket vezetik, a budafoki testvérekre, és velük együtt énekeljük örömmel, és a mi lelkünket Isten szent lelke emelje az ő közelébe ezeken a sorokon keresztül. Mi
nap majd ez a test elgyengül, előne hagy útam véget ér, a lelkem mégis téged áll vég nélkül. 10 000 évig és mind bennünket ebben. Isten igéje felé fogunk majd fordulni, és az ige olvasás és az ige hirdetés szolgálata következik majd László Imre testvér tolmácsolásában. Ha valaki esetleg nem ismerné őt, csak néhány mondatot őróla, 2007 óta az ő kedves feleségével, Klárival Kárpát alján végeznek szolgálatot, úgy, mint az Egyesült Államokbeli Déli Baptista Szövetség külmissziós szervezetének misszionáriusai. Fő céljuk az, hogy az evangéliumot hirdessék, gyülekezeteket plántáljanak az ott élő testvérek, emberek között. Érdemes tudnunk Imre testvérünkről, hogy 5 gyermek édesapja, és még azt is, hogy az autójának a hátsó részén az van kiírva, hogy a főnököm egy zsidó ács. És ez mindent elárul azoknak, akik őt követik az autó után az ő missziós lelkületéről, mert azonnal kérdést tehetnek föl, hogy ki ez az ember. Halljuk azt, hogy ki az az Úr Jézus Krisztus, akiről ma is szól majd közöttünk Imre testvér, kérjük az ő szolgálatát. Szeretettel köszöntelek, én vagyok ez a nagyhangú ember, na hiszen. Szeretettel köszöntelek benneteket, drágáim, és hadd mondjam el nektek, hogy van egy álmom, egy templom, mindegy, hogy tornyos vagy nem tornyos, modern vagy nem modern, harmónium szól benne, vagy szóval ilyen zene. Ennek ezzel a templommal kapcsolatban egy álmom van, hogy 2 darab ajtaja legyen. Az ötlet nem tőlem származik, Ezékiel próféta már szabadalmaztatta, szóval ezt tudni kell. És azt írja ebben az ezékieli templomban, vagy ezékieli templomról Isten, hogy egy templom van egy nagyon fontos szabálya. És mindenféle szent szabályok vannak, ugye, tömjén füst, meg szép énekek, meg mit tudom én. Ennek a templomnak az volt a szabálya, egyetlen szabálya volt, hogyha valaki a keleti ajtón jött be, akkor a nyugati ajtón menjen ki, és ha valaki a nyugati ajtón jött be, az a keleti ajtón menjen ki. Tehát mindenki egy másik ajtón menjen ki, mint ahogyan bejött. Ez jó magyarra lefordítva azt jelentette, hogy fejezd ki, hogy ebben a templomban valami történt veled, más ember ment ki, mint aki bejött. Most drágáim, nem tudom, kedves jó egyház elnök testvérem, ez olyan, mint a doktor, tudod, annyira szereted legalább, mint én a doktor. Ugye ezt Isten tiszteletnek hívják, amit most van.
Na most, drágáim, van egy hírem. Ha valaki bejött a tahi táborba ezen a délelőttön, és ugyanúgy ment ki, mint aki bejött, azt így kérem, hogy ne hantázza azt, hogy Isten tiszteltem volt, jó? Töltöttem egy ilyen napot az Úrral, megismerkedtem egy ilyen csajjal, ilyen zenét, ha jó zenét, jó csinálták ezek a... Jó, jó, most próbáljuk más mondani, igaz? Na, teljesen mindegy. Bármit lehet mondani, ettem egy irtójó kaját, csak kérem, hogy azt ne mondjátok, hogy Isten tiszteletem voltatok. Ugyanis az Isten jelenlétében történik valami. Ha valaki úgy megy el innen, mint ahogy bejött, az nem találkozott Jézussal. Sajnos van egy rossz hírem. Isten jelenlétében nem mindig az történik, hogy jobbá leszek. Olyan is történik az Isten jelenlétében, hogy keményebb lesz a szívem, és azt mondom, hogy na ide se teszed be a lábamat ebbe a büdös életbe többet. Értitek? De olyan nincs, hogy az Isten jelenlétében ne történjen valami. Vagy megkeményedik a szíved, vagy megpuhul a szíved, nem mondom, hogy mindegy, bocsánat. Értitek? De ha Isten jelenlétében nem történt valami, akkor már nem volt Isten tisztelet. Már ne haragudjatok, hogy ezt mondom, akkor nem volt itt az Úr. Az Úr jelenlétében valami történt. Ezt a mai napot azért szervezték itt meg jó néhányan, Pista, János, Norbert, mit tudom, egyéb válogatott cigánylegények, hogy itt valami történjen veletek. Másképp menjetek el innen, mint ahogy idejöttetek. Nyíltan megmondjuk, hogy egy ilyen szép, nagy, szent csapdát csináltunk a jelenlevők számára. Hogy másképp menjen. Júj, nehogy azt mondja, hogy ma megtértem. Senki nem mondja kétségbe, Pistikém, rád néztem. Megtértél már, legmélyebb meggyőződésem, 41 éve ismerlek, úgyhogy, vagy 45 éve ismerlek, megtértél már. Szóval nem arról van szó, hogy most mindenkinek meg kell térni. Itt arról van szó, hogy egy icipicit másképp menjen innen, mint ahogy bejöttél ebbe a táborba. Én is másképp akarok innen elmenni. Azt mondta itt Norbert testvérem is, meg Kornél testvérem is, hogy vannak itt migránsok, meg mindenféle emberek, meg vannak ebben a világban csórókárpátaljaiak, meg még csóróbb kárpátaljaiak. Hát nem tudom, vannak biztos gazdag kárpátaljaiak is, de azok nem tudom, Tomi, egyetértesz vele? Azok nem itt ülnek, ugye? Vannak gazdag kárpátaljaiak, de azok nem itt vannak. És ezeknek az embereknek, legyen az migráns, vagy kárpátaljai, vagy magyar, vagy budapesti, nagyon sok mindenre szüksége van. És ezek a karitatív, jó mondom? Figyeljétek, az a stílus, ugye? Ezek a karitatív szervezetek, ugye? Mindennel ellátják ezeket az embereket, amire szükségük van. És ez nagyon jó. Nagyon jó. Adnak nekik kenyeret, enni kell, aztán építenek kis vizéket, mert a kenyér után mást is kell csinálni, arra is szükség van. Nagyon sok mindenre van szüksége az embereknek. Csak egy valamit felejtünk el. Azt, hogy az embereknek alapvetően nem valamire, hanem valakire van szüksége. Na most, ha jól értettem, János, amit mondtál, ez a mai nap ez erről szól, ugye? Hogy elmondjuk nektek, hogy ennek a világnak a jobb meg a baloldali szomszédodnak, meg a jobb meg a baloldali házi szomszédodnak, meg a jobb meg a baloldali migráns szomszédodnak, mert most ezt is bele kell venni, ugye? Ezek a menő dolgok most már, ugye? Hogy a mindennapi migránsunkat ad meg nékünk ma, ugye? Ezeknek az embereknek valamire szükségük van. Adjuk is meg nekik, amire szükségük van. De miközben megadjuk, hogy mire van szükségük, ne felejtsük el a nagy titkot, drágáim, hogy valakire van szükség. Valakire van szükségük. Drágáim, az ékes kapu, a jeruzsálemi templomnak volt egy kapuja, úgy hívták, hogy ékes kapu, gyengébe kedvéért. Ott ült egy sánta ember, előtte volt képletesen szólva egy letett sapka.
Hát ha ül a földön egy ember, előtte le van téve egy sapka, nem tudom milyen sapkája, lehet, hogy nem sapkája volt, de mondjuk. Akkor az ember tudja, hogy annak a sapkás embernek szüksége van valamire, pízre, hogy lejuhasogattad ott az igét. Pízre van szüksége valamire. És erre oda megy hozzá az apostol, és azt mondja, figyelj, öcsi, igazából nekem nem valamim van, hanem valakim van. A mim van, azzal nem sokat érnél, lehet, hogy az aznapi kenyered nem lenne meg abból, amim van, de akim van, azzal nagyon sokat fogsz érni. Gyerekek, fiatalok, van valakitek. Ha találkoztatok Jézussal, van valakitek. Ne féljetek elmondani az embereknek, hogy valakit adok neked. Ó, belementem én is, húj, de belementem én ebbe a hibába. Elmondtam én ott az osztálytársaimnak az egyetemen, a Műszak Egyetemen boldogítottuk egymást a rektorúrral, nem tudom, ki volt a boldoga, de elmondtam én mindent. Hogy milyen jó közösség van a gyülekezetben, tényleg az volt. Hogy milyen szépen lehet ott énekelni, milyen szépen szól az ige, ezek nagyszerű dolgok. Csak azt nem mondtam el, hogy figyelj, bogaram! Neked nem valami hiányzik az életedből, hanem valaki hiányzik az életedből. Hát most már hiszem, hogy az Úr az ő vérével még a papok, meg az evangélisták bűneit is megbocsátja, ha nem voltam elég világos. Drágáim, olvassuk a Bibliában valahol, ezt nem szereti senki, azt mondja, hogy egy lelkipász, vagy valamikor valahol, tehát mondjuk a Új Szövetségben, jó így, hogy egyszer az Úr Jézus elment egy házba, elkezdett prédikálni, és összegyűlt egy csomó ember, annyian, hogy be se fértek a házba, mert meghallották, hogy ott van. Drágáim, ha meghirdetünk egy Pintér Béla koncertet, akkor tele van a ház. Nem, félre, én is nagyon szeretem, tudjátok, Jézus, te vagy minden álmunk, nem fogom elénekelni, azért ennyire nem, jó? Világos? De értsük meg jól, az emberek abba a házba mennek el, ahol ott van valaki. Ott van valaki, akit nem aranyszájú Szent Jánosnak, bocsássa meg az illető a bűnövet Billy Grahamnek, Pintér Bélának, vagy ugye csak a nagyokat mondjam, László Imrének hívnak. Ugye, Frankon. Én is kaptam olyan izét, e-mailt, hogy te hirdeted az igét vasárnap, na hiba, ott leszünk! Hát én milyen remélem, hogy nem miattam vagy, mint bárki is. Nem tudom, Jánoskám, remélem, hogy nem miattad van vagy. Megbocsájtod ezt neked? Rendes, a bólogat is mosolyog, úgyhogy nagy bajom már nem lesz. Értsük meg, drágáim! Persze, nyilvánvalóan a horognak a végén rá kell tenni a csalit. A csalit hívják úgy, hogy tahi, hívják úgy, hogy gulyásleves, hívják úgy, hogy Pintér Béla. De értsétek meg, hogy a mélyben alapvetően ott van valami kimondhatatlan éhség Jézus Krisztus iránt. Gyönyörűen lehet tálalni, és tálaljátok is ezt az igét. Arany, alma, ezüst tányéron. Csodálatosak vagytok itt, drágáim, hogy itt vagytok, és ti vagytok az ezüst tányér. Vagy ti is ott, most nem ülnek éppen ott a zenésze, de mindegy. De nehogy véletlenül azt higgyétek, majd ti vagytok az arany alma, jó? Köszönöm szépen. Drágáim, Jézus Krisztusra kell felnézni. Jézus Krisztus kell bemutatni ennek a világnak. Tudjátok, hogy miért? Mert az összes többi csak pótlék. Ránézek itt Nagykasza Danira, tőle hallottam ezt a nagy mondást, vagy te mondtad ugye egyszer, hogy a minden emberben van egy Isten formájú lyuk, ugye? Vagy nem te mondtad? Ki mondta? Valaki azt mondta, hogy minden emberben van egy Isten formájú űr, amit semmi mással nem lehet kitölteni, csak Istennel. Értitek? A legvarabb szomszédodban, a legtámolygóbb szomszédodban, akit a legjobban nem csípsz, hogy úgy mondjam,
van benne egy Isten formájú űr, amit nem lehet mással kitölteni. A zsidókhoz írt levél 12. részének első versétől így olvassuk az igét, hogy mi, akiknek a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézve a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Nagyon sok keresztény azért nem tudja Jézus Krisztust adni ennek a világnak, mert ő maga se Jézusra néz. Azt mondjam el nektek, hogy van azért egy-két fajta keresztény, én kereszténynek is hívom őket, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én most kiprédikálom őket a mennyországból, mikor már végre bejutottak. Az egyik az a csoport, akinek a hitének a kezdője, az alfája Jézus Krisztus. Hát az ez csak jó, ugye? Én ezt a csapatot úgy hívom, tudjátok, hogy a megtérés történeteseknek a csoportja. Aranyos egy csoport. Megtéred, hogy testvér, tegyél már egy bizonyságtételt a gyülekezetbe. És az illető testvér nagy boldogan elmondja a megtérése történetét. Drágáim, úttörő becsület szavamra életem legnagyobb élménye az volt, amikor Jézus Krisztus tahiva, olyan 50 méterrel vagy 60 méterrel előbb elfogadta megváltomnak. Meg életem legnagyobb történése az, amikor megtér valaki. Hát ilyen is, ugye? Világos. De amikor tudjátok, egy drága babóca meg mamóca csak a megtérése történetét mondja el még 20 év után is, akkor meg szeretném kérdezni tőle, hogy tessék mondani, azóta semmi nem történt. Hát elnézést. Csak erről lehet bizonyságot tenni. Persze el kell mondani, hogy ennek köszönhetem. Ennek a véres golgotai keresztnek a köszönhetem. De azóta azért történt egymás. A másik csoport, ezek voltak ugye az oké, megkezdtük Jézussal csoport. A másik csoport az oké, bevégezzük majd Jézussal. Ezek az öreg otthonosok, tudjátok, akik. Majd ott leszünk az öreg otthonba, majd amikor már ugye lecsukódik a szemem lassan, már a hamut is mamunak mondom, partedlit kell elém tenni, hogy le ne spenótozzam magamat, majd akkor az Úr Jézus ott lesz. Persze, hogy ott lesz. Csak tudjátok, az a probléma, hogy a két pont között, ha elfogadtam megváltómnak, meg a partnerlivel leeszem magam spenóttal öreg otthon pont között, van 1-2-10-20-50-60-70 év. Na most muszáj ezt a 10-20-30-50-60 évet végigmászni a padlót? Muszáj ezt az életet végigmászni a padlót? Úgy, hogy amikor a végéhez értünk, akkor azt mondjuk, hogy de jó lett volna másképp. De jó lett volna embereket az Úr Jézus Krisztushoz vezetni. Mi mindenre néznek a hívő emberek? Most nem a pogányokhoz szólok, tehát most nem evangéliumot hirdetek olyan értelemben, hogy Jancsika Pistike térjé meg, ha meg már megtérti, akkor most nyugodtan kicsit bóbiskolhatsz, mert nem neked szól. Mi mindenre néznek az emberek? Hát először is néznek a hívő emberek önmagukra. Például úgy, hogy jó-jó, beindul az ébredés, de én ebben hol leszek? Ez egy nagyon-nagyon nagy kísértésem, hogy én ebben hol leszek? Júj, képzeljétek el, van egy falu Kárpátalján, ahol beindult valami munka, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 ember jön, van ott egy másik lelki munkás, lelki pásztor, nem mondok egyházat már csak azért se, hadd furgalja az oldalatokat a kíváncsiság, kedves, utónevet ragasztottak rám, én vagyok a lélekrabló. Tetitek, ugye? No, nem ő találta ki ezt. Ó, nem ő találta ki ezt. Azt mondták a tanítványok az Úr Jézusnak, hogy Uram, találtunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, lehet, hogy jobban, mint miért, csak én teszem hozzá.
és nem követ minket! Eltiltottuk. Gyerekek, azért mert valaki nem pont úgy csinálja, mint miattól még lehet jó. Aztán nézhetünk a körülményekre. Uram, ne haragudj! Ilyen körülmények között. Amikor kommunizmus volt, nem nagyon lehetett csinálni, akkor azon nyavajogtunk, hogy hát ezek a vitán kommunisták, ugye ezek a vitán ateisták, most szabad mindent csinálni. Most ezek a vitán emberek nem elég éhesek és nem jönnek. Ki elég jó nekünk, mondjátok már meg. Drágáim, ahol kenyeret adnak, oda megy az éhes ember. De tessék nekik kenyeret adni. Tessék nekik életkenyeret adni. Ha olyan embereket halászunk, akiknek, na ezt kapjátok ki, drágáim, keresztény kultúrigényeik vannak, akkor nagy baj van, mert az ég óvjon meg attól, hogy a 17. fekvésben mellé fogjál. Akkor átpártol oda. Ha valaki éhen akar halni, akkor nem biztos, hogy a legnagyobb kérdése az, hogy jól van-e temperálva az zongora, ugye? Szegény. Értitek, drágáim? Ez a világ tele van éhes emberekkel, csak nagyon jól megjátszák. Ma is ugyanolyan éhesek és nyomorultak az emberek, és ugyanúgy oda mennek a mai tanítványokhoz, hogy Uram, látni akarjuk a Jézust. És erre a tanítvány válasz azt, hogy már gyere akkor a gyülekezetbe. Ami nem rossz dolog. Hát persze, hát a gyülekezet azért épült, ugye? De Uram, éhezem! Jó, akkor meg prédikálok neked. De Uram, szomjazom, a lelkem majdnem kiszakad. Hát majd zenélek egyet neked. Nehogy félreértsétek. Isten dicsőítése olyan, hogy Isten Izrael dicséretei között lakozik az Úr. De értsétek meg, a mélyben ott húzódik az, hogy látni akarjuk a Jézust. És a Jézus csak az láthatja, aki maga is állandóan rajta tartja a tekintetét. Még annyit, hogy ha Jézusra föltekint egy ember, egy hívő ember, akkor egy óriási meglepetésbe lesz része. Abban ugyanis, hogy Jézus visszanéz rá. Fura, nem? Az a Jézus, akinek a tekintete körbejár a földön, és nézi, úgy csak most vizsgázok egy kicsit a Putyint, meg a új kifejezéseket tanulunk, ugye a Boko Haramot, meg a Azilt, meg a Al-Qaida, ugye? Most már ilyen nyelven tanulunk, ugye? Hogy most már, ugye? Képzeljétek el, ez a Jézus visszanéz rá. És ami a legmegdöbbentőbb, nem kell félni attól, hogy ez a Jézus visszanéz rád. Volt egyszer egy asszony, hát olyan falu rossza volt, mert ott neki vagy 5 felesége, a hatodikkal meg már összesen házasodott, mert minek, ugye? Hát most statisztikát javítani nem érdemes, ugye? Férje. Vagy 5 férje volt neki, köszönöm szépen, ezért egy csokoládét kapsz majd, nincs nálam, de mondjuk, na. Ugye? Nem ér, a hatodikkal már összesen házasodott, mert minek, úgyis elválik. Ez az asszony ugye csak tűző napon 627 fóba mert ugye menni a útra, mert akkor legalább nem kellett félni attól, hogy nem köpik le. Ez az asszony, hogy a Jézussal való találkozás után visszarohan, és nagy lelkesen azt mondja a többieknek, hogy gyerekek! Találkoztam valakivel, aki rám nézett és megmondta, hogy ki vagyok. Most képzeljétek el, van azért egy-két olyan ismerősötök, gondolom, ugye olyan falu rossza, akinek ha oda mennél és azt mondanád, hogy na figyelj, most megmondom, hogy te ki vagy, akkor az illető elküldene az anyukádba, nem? És ez az asszony ragyogó arccal jön és azt mondja, hogy ta
találkoztam valakivel, aki elmondta, hogy ki vagyok. Ez a te húzatva. És ennek te örülsz? Igen, mert nem csak azt mondta ennek, hogy ki vagyok, hanem azt is megmondta, hogy hogy lehet ebből kilépni. Ó, mi nagyszerűen el tudjuk mondani a másik emberről, hogy az ki. Milyen? Még azt is meg tudjuk mondani, hogy szerintünk milyennek kéne lenni. Ugye nem? Ez a remekül meg tudjuk csinálni. Levetsz testvér, így igaz, veled együtt levete, pompásan el tudnám mondani. Elmondanám a Szabolcsnak, a Csabának, a Tólynak, csak azért őket mondom, hogy az egyház elnökötöknek, hogy milyennek kéne lenni. Ez a Jézus találkozik ezzel a 5,5-szer prostituált asszonnyal, elmondja, hogy milyen, és az az asszony boldog. Hát így mondjátok el, hogy milyen ez a Jézus. Mindent lát benned, bogara, de azt is látja benned, hogy milyen leszel. És most mondtam a testvéreimnek, nem volt még hosszú idány, ugye? Van még egy pár percem, azt a 2-3 percet nem arra használom, hogy prédikálja, hanem szeretnél benneteket egy döntésre hívni. Ha valaki úgy érzi, most majd fogunk hallani egy kis éneket, de most ne figyeljetek, ismerem az Elvirát 40 éve, biztos jót fog játszani, nem ez a lényeg. Hanem ha valaki azt mondja, hogy Úr Jézus, én mostantól kezdve téged akarlak. Téged akarlak megváltómnak, mert még eddig nem voltál a megváltó. Téged akarlak a megváltómnak, akkor gyere ide. Nem kell fölni a dobogóra, prédikálni, csak egy imádságot fogunk elmondani. De ne örüljenek a többiek, ha van valaki olyan köztetek, ki azt mondja, hogy eddig Uram, hamis bizonyságtevő voltam, mert a tied vagyok, csak olyan jól álcáztam, hogy nem tudja senki róla. Mostantól kezdve rád akarok nézni, és téged akarlak bemutatni az emberek között. Ha egy ilyen döntést meg tudsz hozni, hogy ma 2015. augusztus, mit tudom, 10. augusztus 16-ától, Úr Jézus, én mostantól kezdve rád akarok nézni, és téged akarlak bemutatni az emberek között, és ez legyen mostantól az életem célja és értelme. Azt kérem, hogy jöjjön ide, és imádkozni fog. Mindössze ennyi, jó? Tehát most adunk egy percet, hajtsátok meg a fejeteket, hogy senkinek ne kelljen kíváncsi, kukucskáló tekintetekkel szembenézni, és ha valaki szeretné az Úr Jézust elfogadni a szívébe megváltójának, most, ezen a mai napon, ha valaki szeretne az Úr Jézus mellett egy elkötelező döntést hozni, akkor egy ima erejéig kérem, hogy jöjjön ide. Bátran, nyugodtan, ha valaki szeretne Jézus Krisztus mellett dönteni, vagy az ő szolgálata mellett dönteni, azt kérem, bátran, jöjjön ide előre, imádkozunk egyet, a helyre mehet, és ő már nem hiába volt ezen a tagyi Isten tiszteleten. Most tehát adunk lehetőséget, van-e valaki, aki szeretne Jézus Krisztus mellett egy elkötelező döntést volt. Tudom, hogy ez hirtelen jött most így gyomorra, de hát ha van ilyen. Van-e tehát olyan valaki, aki így vagy úgy szeretne Jézus Krisztus mellett egy döntést hozni. Úgyhogy elfogadja az Úr Jézus megváltójának. Megkérem, hogy akik az Úr Jézus mellett szeretnének dönteni, azok álljanak erre az oldalra, jó? Akik pedig az Úr Jézus követése mellett szeretnének dönteni, azok pedig álljanak ide, jó? A követése mellett álljanak ide. Ha valaki az Úr Jézus mellett akar dönteni, mert még nem tette ezt meg, az pedig álljanak. Ilyen egyszerű. Arra és jobbra, csak az a különbség, hogy itt mind a két út az Úrhoz vezet. Van-e még van? Bátran, ne féljetek átlépni a kitett lábakon, a keresztbe tett lábakon.
ha van-e valaki, aki szeretne az Úr Jézus mellett, vagy az ő követése mellett dönteni. Még egy verset játszik. A Elvira utána ez a lehetőség becsukódik. Van még valaki? Annak is örülünk, aki van, de hogy félreértsétek. Van még valaki, hogy jöjjön. Hogy jöjj ma még. Nincs több? Akkor imádsággal befejezzük. Tőletek pedig azt várom majd az imádság után, hogy menjetek oda a lelki pásztorokhoz, és mondjátok azt, hogy ez történik. Szeretném Jézus bemutatni az emberek előtt. Imádsággal befejezzük az Isten tiszteletünknek ezt a részét. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy föl lehet nézni a te keresztedre, és te visszanézel onnan, és végzel a te munkádat. Köszönöm azokat, akik ide jöttek, és új kezdetet akartak az életüknek. Tudom, Uram, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem beteg. Áld meg őket, Úr Jézusom! Köszönjük, Úr Jézus, hogy rólad szól ez a mai nap. Ez a történet a te történeted. Isten szent lelke, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Áldjon meg az Úr benneteket. Köszönjük a bátor bizonyságtételt és ige hirdetést, és folytassuk most ének zenével. Budafoki testvéreink fognak most énekkel, zenekarral szolgálni közöttünk. Köszönjük a ti szolgálatotokat, hogy elvállaltátok ezt a mai napot, és itt vagytok közöttünk. Köszönjük a ti vezetőiteknek is, Kónya Róbert testvérnek, Szilágyiné Mátyus Elvírának és Kónyáné Puskás Laurának is, hogy eljöttetek és vezetitek ezt a szolgálati csoportot. A következő ének címe ez lesz, Jézus Krisztus meghalt, az énekben Kis Rózsa énekel majd szólót. Hallgassuk tehát az ő szolgálatukat. Thank you.
szép éneket, és Isten áldása legyen valóban ennek üzenetén. Kárpát alján élő emberek helyzetéről az elmúlt időszakban nagyon sokat hallhattunk híradásokban. Sokszor nagyon nehéz, sorsú időszakok azok, amelyeken testvéreink, az ott élők átmentek. Némelyeknek talán személyes élményeik is vannak az ott élők helyzetéről, sorsáról, hiszen sokan vannak, akik kilátogatnak erre a vidékekre. Most azonban itt vannak közöttünk testvéreink, akik bizonyságtételeikben, személyes tanúságtételeikben elmondják, bepillantást engednek majd abba, hogy mik azok az örömök, mik azok a kihívások, küzdelmek és imakérések, amelyeket elmondhatnak és amelyekkel szolgálhatnak közöttünk. Így köszöntöm szeretettel Jurinka Sándor, misszionárius testvért, és Nagy Csaba, lelkipásztor testvért. Kérlek benneteket, hogy gyertek ide előre a mikrofonhoz, és szolgáljatok közöttünk, mondjátok el a ti bizonyságaitokat. Sándor testvérünk, ha jól tudom, Berek, Dédán, Gúton és a Gáti Roma Reménység gyülekezetben szolgál. Nagy Csaba testvérünk pedig Beregszászi második esély misszióban, illetve a Kígyósi gyülekezetben szolgál. Kérjük a ti szolgálataitokat. Szeretettel köszöntelek titeket, testvérek! Kárpátaljáról jöttem, hogy hallottátok, és hallottátok azt is, hogy milyen gyülekezetekben szolgálok, illetve milyen missziókban veszek részt. Imre az, aki mellettem áll, akivel ketten tulajdonképpen együtt szolgálunk, meg még van valaki, aki most nem lehet itt. Ő egy beregszászi misszionárius, vagy Ivanovnak hívják őt. Érdekes módon egy ukrán testvért hívott el az úr az, hogy magyarok között, tehát magyarok és romák között szolgáljon, és hál' az úrnak, hogy megismerhettem őket. Én magam a reformátusok közül jöttem ki, református testvérek közül jöttem ki, és úgy elmondanám nektek a vezérigémet. A vezérigém az, ami végigkíséri tényleg az egész életemet, a Zsoltárok könyvében van, a Zsoltárok könyvében az 50. rész 15. versében, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Tudjátok, azt mondják, hogy Kárpátalján nehéz a gazdasági helyzet. Ez így igaz, teljesen aláírom, nem könnyű gazdaságilag. De tudjátok, mégis olyan örömeink vannak a gyülekezeteinkben, hogy azok kimondhatatlanok. Tehát most is bemerítésre fogunk készülni a Gáti gyülekezetben, a Guti gyülekezetben is. Több ember fogja megvallani az ő hitét ezáltal is, hogy oda meri adni az életét, és bemer merítkezni, és megmeri ezt tenni. És annak ellenére tényleg, hogy most már vannak olyan dolgok is, hogy bizonyságtétel is. Tehát valami Bibliában benne van az, hogy nyomorúságotok lesz ezen a világon, mert tényleg kezd a bizonyságtétel is nehéz lenni. De ennek ellenére is az Úristen tud Kárpátalján munkálkodni. És az a jó, hogy érezhető a nehéz gazdasági helyzetben az, hogy az Úristen munkálkodik közöttünk. Isten szent szelleme ott van velünk, és ezt annyira jó tudni. Annyira jó érezni. Nagyon sokan, akik ugye gazdaságilag jobb helyzetben vannak, mint mi a kárpátaljaiak, kicsit lesajnálják Kárpátalját, hogy szegények, elvagytok ott, meg így. Igen, el vagyunk úgy, de tudjátok, lehet, hogy szegények vagyunk, de itt megvan mindenünk. Itt van az Úr Jézus, ott van velünk a Szent Szellem, aki vezet minket, aki tényleg kenetet ad, és aki sokszor a kilátástalan helyzetekben is erőt ad, és vezet minket. Tudjátok, én életemben nem gondoltam azt, hogy Roma gyülekezetben fogok szolgálni, sőt, gyülekezet plántáló leszek. Semmi problémám nem volt nekem a romákkal, de hát valahogy úgy, ők is el voltak egymásnak, meg én is el voltam egymagamnak, és az Úr úgy tud cselekedni, hogy megismertem Imrét, Imre egy néhányszor elvitt Gátra, és mondhatom azt, hogy olyan lelki testvéreket találtam
ezekben az emberekben, akiket ott Gáton megismertem a roma gyülekezetben, hogy nem adnám semmiért. Olyan testvérek, akikhez oda tudok menni, akiknek elmondhatom a mindenféle nehézségeimet, és hát valljuk be, ugye több gyülekezetben szolgálok, a Guti gyülekezetben is szolgálok, ott ugye egy kilakó gyülekezet van már, és hát vannak gondok, lelki pásztornak vannak gondjai, vannak problémái, és mindig azt szoktam mondani, és bátran mondom azt is, hogyha akár prédikálni kell menni, akár csak ott ülök és Imrének az ige hirdetését hallgatom, de én mindig megpihenni megyek a Gáti gyülekezetbe. Mert Isten olyan erővel van jelen, amilyen erőt talán Balatonszemesen találtam az elmúlt két hete. Tehát Isten jelenléte. És nagyon fontos az, hogy egy gyülekezetben ott legyen az Úr jelenléte. Gyülekezetben csodák történjenek, és testvérek, ebben a Gáti gyülekezetben csodák történnek. Gyógyulások vannak. Ott van Isten ereje. És tudjátok, azt látom otthon is Kárpátalján, hogy nagyon sok gyülekezetből hiányzik ez. Nem azt mondom, hogy ezek a gyülekezetek le vannak írva, mert nincsenek. De nagyon sokunknak föl kellene ébredni, és még jobban, még mélyebben, még erősebben keresni az Úrral a kapcsolatot, a Szent Szellemmel, mert nélküle lehetetlen. Nélküle nem lehet. Testvérek, mi így végezzük a missziónkat, és tudjátok, mikor én 8 évet töltöttem, bocsánat, egy kicsit hosszú vagyok. Én 8 évet töltöttem el különféle református teológiákon, és én azt hittem, hogy a helyemen vagyok. És tudjátok, mikor elkerültem Budapestre a baptista teológiára, és elkezdtem otthon is szolgálni így aktívabban, akkor éreztem azt, hogy na most Isten a helyemre tett. Mert régen, mikor nekem szolgálni kellett ennyi sok ember előtt, vagy még több előtt, nekem mindig szó szerint mindent le kellett írni. Mindent, ahogy mondtam, mindent úgy leírtam, és mióta romák között szolgálok, és mióta baptista gyülekezetben szolgálok, azóta a helyemen vagyok. Isten oda tett, ahol lennem kell. És azt szeretném kérni tőletek, hogy imádkozzunk Kárpátaljáért. Imádkozzunk a kárpátaljai misszionáriusokért, és főként azért imádkozzunk, hogy ott legyen a Szent Szellem kenete a mi életünkön. Tegyétek meg ezt nekünk. Köszönöm szépen. És nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket. Nagy Csaba vagyok, Beregszászról érkeztem, Ukrajnából, és a beharangozóban mondták, hogy Kígyóson szolgálok, mint lelkipásztor, illetve Beregszászon egy gyülekezet plántálás folyik, a második esély néven, a második esély gyülekezet, annak a gyülekezetnek egyik tagja vagyok, munkatársa, és hadd beszéljek röviden arról, hogy Isten milyen csodákat végezott közöttünk. Igazából sokat informálódhatnak a kedves testvérek híradásokból, sokat informálódhatnak testvérek ajkaiból, és szerintem mindenki tudja azt, hogy milyenek a körülmények. Aki nem nagyon tudja, azt szeretettel várjuk és hívjuk, hogy kedves testvérek, gyertek el, és akkor lehet ott szolgálni, lehet ott elmondani a Krisztust, ahogy a Imre testvérünk hirdette is az előbb az ígét, ott lehet bizonyságot tenni, mert nagy a mező és kevés a munkás. Mi azt tapasztaljuk, hogy az emberek eljönnek Krisztushoz, Beregszászon és Kárpátalján, eljönnek Jézus Krisztushoz. És amikor kibékülnek Jézussal, a következő lépésben azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az adott háború miatt, ami zajlik Ukrajnában, Kárpátaljak néhányan meghaltak már, 6 köteles fiatalok, és amikor kibékülnek Krisztussal, akkor az emberek olyan döntés, rájönnek arra, hogy valójában veszélyben vagyok, mert minden nap reszketnem és félnem kell attól, hogy jön a behívó, függetlenül attól, hogy magyar, vagy ukrán vagy, magyar vagy, cigány vagy, bármilyen nemzetiségű vagy,
hívnak be a seregbe, és hát ott pedig nem biztos, hogy hazajössz. És azt tapasztaljuk a második esélyi gyülekezetben, illetve kigyúlson is, hogy akik kivékülnek Istennel, azok elutaznak nyugatabbra, és ott menekülnek, ott hagyják családjaikat, feleséget, gyermeket, és mi igazából ennek a hatását érezzük, hogy nincs, aki szolgáljam. Hát lehet, hogy nincs, aki befejezze az imaház körüli tatarozásokat. Nincs, aki hirdesse az evangéliumot, mert hát néhány lelki pásztor van, 250 ezeres, talán úgy számolták meg az okos emberek, hogy kb. 250 ezer magyar ember, magyar ajkú ember él ott Kárpátalján, és néhány lelki pásztor szolgálott, illetve akik itt vagyunk, azok képviseljük a gyülekezeteinket, és ezt a problémát éljük meg, hogy ez emberek kibékülnek Jézussal, követik Jézust, aztán pedig elköltöznek nyugatabbra, mert értik azt, hogy tehát arra vannak kényszerülve. Nyári táborok, különféle programokat szervezünk, Isten tiszteleteket szervezünk, evangelizációs alkalmakat szervezünk Kárpátalján, és mikor oda jönnek az emberek, és tényleg Istennek kibékülnek, később olyan döntést hoznak, hogy elköltöznek nyugatabbra. Hadd olvassak néhány igét, és ami talán bátorít engemet is, és gondolom minden egyes testvérünket, ez a Korintus beliekhez írt levél, második levél, 4. része, a 8. versétől. Így szólnak Isten igéi. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportnak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóan legyen testünkben. És ez nagyon megérint engem, és megérint gondolom minden egyes testvér, aki ott él Kárpátalján, mikor látjuk azt, hogy a szükség, a hiány, az a torkomon gyakran gombóc alakul ki, amikor látjuk azt a síralmas helyzetet, ahogy az emberek élnek, és látjuk azt, hogy csak az Úrban bízhatunk, Jézus Krisztusban bízhatunk, aki segítséget ad, és könyörül ezeken az embereken. Drága testvérek, ott is magyarok élnek, igaz, hogy a anyaországtól elhatárolva, még szigorúbb határátkelő, illetve bonyolultabb határátkelésen, de azt látjuk, hogy Isten ott is munkálkodik, és hálások vagyunk azért, hogy ott vagyunk, ott lehetünk. Ezért hirdetem és hívom a testvéreket, akinek Isten a szívére helyezi az evangélium hirdetését, és talán úgy érzi, hogy itt nincs rá szüksége. Kedves testvér, gyere el Kárpátaljára, gyere el Beregszászra, gyere el és nézd meg azt a munkát, és aki még több információt szeretne, vagy akarna rólunk, vagy szeretne rólunk hallani, ebben az 5 percben nem tudunk mindent elmondani, de lehet követni bennünket Facebook oldalunkon, a második esély néven, lehet weboldalainkon is követni bennünket, ahol információt, fényképet, illetve rövid videófilmeket helyezünk fel, ahol lehet észlelni és látni azt a munkát, amit végzünk. Én köszönöm a testvéreknek, hogy ma is meghívtak erre az alkalomra, és köszönöm azt, hogy drága testvérek, imádkoztok miértünk. Szükségünk van a testvérek imádságára, szükségünk van arra, hogy az Úr megáldjon, és szükségünk van arra, hogy az Úr adjon erőt, és tőle kapjunk bátorságot. Köszönjük mindent. Amen. Torokszorító érzésekről, nehéz tapasztalatokról, gondolatokról is hallottunk, és talán egy kicsit jobban kezdjük érteni és átérezni testvéreinknek a helyzetét. Valóban azért szántuk ezt a napot egy ilyen kárpátaljai fókusz tekintetében, hogy mind a Kárpátalján élő baptista testvéreinkre, mind az Ukrajnában élő szolgáló baptista testvéreinkre gondoljunk. A mai nap egész nap gyűjtése az ő szolgálatuknak a támogatására történik. De nem csupán
így szeretnénk adományainkkal melléjük állni, hanem imádságban, szeretetben, befogadásban és a szolgálat közösségében szeretnénk velük együtt lenni. És abban a közös tapasztalatban, hogy valahol Isten munkája a legfontosabb. És ahogyan erről bizonyságot tettetek, hogy Isten munkálkodik most is, ezek között, a körülmények között is, ezek között a, ennek a közeknek, a körülményeknek az ellenére is. Most a következő percekben valljuk meg a hitünket erre vonatkozólag is egy énekkel. Ha Isten békéje lakja a szívemet, dúlhat vihar, dúlhat háború, nehéz helyzetek és körülmények, de Isten jelenlétében lehetünk, élhetünk, és őt dicsérhetjük. A 4-es számú éneket énekeljük, javaslom fennállva tegyük ezt, és figyeljünk Kunya Róbert testvérnek az vezetésére is, ahogyan majd énekeljük ezt az éneket. Köszönjük a budafokiak szolgálatát ebben. Az Úrban, az Úrban,
nekünk az Úrban, az Úrral való közösségben. Jó, hogy nem fedjük el az ő szeretetét az életünkben, hanem továbbadhatjuk azt mindenféle helyzetben, országban, körülményben, társadalmi csoport felé. Múlt esztendőben hallhattunk, akik itt voltunk, egy bizonyságtételt Heizer Kornél testvértől, aki a zalaegerszegi gyülekezetben végezte az ő szolgálatát korábban, illetve ezzel együtt, ezzel párhuzamosan pedig a keresztény motorosok szolgálatába is bekapcsolódott, és ennek a szolgálatnak, a lelki munkáinak a terheit vállalta és végezte. Isten őt az elmúlt időszakban megerősítette abban, hogy ezen a területen kell, hogy szolgáljon. Megkerestek bennünket a keresztény motorosok közössége, hogy szeretnék, hogyha baptista testvérünket, szolgatásunkat, munkatársunkat erre a területre rendelnénk ki, hogy lelki vezetőként és szolgálattevőként végezze ott és közöttük a szolgálatot. Szeretettel kérem most Heizer Kornél testvért feleségével együtt, hogy gyertek ide mellém, mert a következő percekben egy ilyen sajátos szolgálat, egy különleges szolgálatra való megerősítésre, kirendelésre kerül a sor. Pál apostol egy éjszaka egy macedón férfi által egy ilyen jelenést, illetve meghívást hallott, ami után egy új szolgálati területre indult el. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Testvéreinket a keresztény motorosok szolgálatában ez a közösség hívta, és kért bennünket is, hogy álljunk melléjük, testvéreink mellé, és az ő szolgálatukban ilyen módon is legyünk társak. Szeretettel kérném a jelenlévő keresztény motorosok közösségének a tagjait, álljatok föl a helyeteken, hiszen bizonyos értelemben ti vagytok azok, akikre tekintve... És akiken keresztül, és rajtatok keresztül pedig arra sok-sok ezer emberre gondolunk, akik a motorozásnak a szerelmeseiként, de még Krisztusnak talán nem a szerelmeseként, de benne vannak ebben a helyzetben, és ti, Kornél testvér vezetésével szolgálhattok közöttük, feléjük. Szeretném átadni Heizer testvérnek a szót, hogy néhány mondatban valljon arról az elhívásáról és küldetéstudatról, amely benne van, majd ezt követően a közösségünk nevében szeretnénk áldást kívánni testvérünk, illetve a keresztény motorosok szolgálatának a munkájára. És nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm és hála, hogy most egészségesen állhatok már itt köztetek, hiszen tavaly még azért mankóval érkeztem egy baleset után. És olyan jó azt átélni Istennek a kegyelmét, hogy annyiből egyszer elküld és elhelyez, abból a gonosz nem tud kiütni. A nyeregről, a motornyergéről le tud ütni, de kiütni nem tud. És olyan jó volt ezt átélni, és hogy miért is vagyok ilyen keresztény motoros, ugye? Keresztény motoros. Elsősorban keresztények, Krisztus követő ember vagyok. És egy olyan Krisztus követő ember, aki motorral érkezik, az eső ellenére is motorral jöttünk, mert mi nem papírból vagyunk, hanem motorosok vagyunk, és bennünket a víz nem áztat el, csak vizessé tesz. És olyan jó volt ezt megtapasztalni a múltban, amikor egy kicsit megfáradt életszakaszunkban voltunk feleségemmel, és akkor azt tanácsolták a barátaink, hogy hát keressetek valami közös elfoglaltságot, amiben ki tudtok kapcsolódni, és akkor én megbeszéltem a feleségemmel, ugye a férfi jogán, hogy tudod, szívem, én szeretek motorozni, meg így ismertél meg, és hát végül is ő is megszeretett motorozni, sőt le is vizsgázott, és így sokat motoroztunk együtt, és aztán én közben elkezdtünk motorozni, észrevettük, hogy ja, hát sok testvérünk van, aki motorozik. Tehát milyen jó lenne egy ilyen csapatban együtt mozogni,
és vinni az örömhírt. És Isten megadta ezt a lehetőséget. Találkoztunk olyan különböző helyről, különböző felekezetből lévő testvérek, barátok lettünk, és így eldöntöttük azt, hogy megalakítjuk a keresztény motorosok közösségét, és ahova mehetünk, lehetőség nyílik, visszük az evangéliumot. Eleinte nagyon sokat motoroztunk együtt, aztán sok gyülekezetbe, felekezeti hovatartozás nélkül mondom, mert sok helyre elmentünk, evangelizációkra hívtak bennünket, és emlékszem rá, hogy a Jeligében jelent meg egyszer egy első cikk rólunk, és nekem szegezte az újságíró, hogy de mentek ti motoros fesztiválokra is, meg a motorosok közé is. És mondtam, hogy hát hiszem, hogy el fog érkezni ennek az időpontja. De akkor még nem mentünk. És amikor ez a cikk megjelent, el is érkezett az időpontja, mert elkezdtek hívni bennünket, illetve kialakultak olyan kapcsolatok, amelyek úgymond még a nem hívő motorosok közé is mehettünk, és kialakult egy olyan kapcsolati rendszerünk, hogy ma már a motoros klubrendszerben, klubvilágban, illetve motorosok között ismertek vagyunk, sőt elfogadnak bennünket, sőt meghívnak bennünket bizonyos rendezvényeikre. És így van lehetőségünk beszélni a hitünkről, és nem azért, mert eldöntöttük, hogy most ha tetszik, ha nem, letolom a torkodon az evangéliumot, hanem azért, mert megkérdezik, hogy akkor most mi van, mi ez? És akkor ő kérdez, mi válaszolunk, kérdez, válaszolunk. És szépen el tudjuk mondani azt, hogy kiben hiszünk és kit követünk. És Isten megerősített abban, hogy eljött az ideje annak, és ennek most már több mint 10 éve, hogy ez a misszió elindult, eljött az ideje annak, hogy valóban ebben a misszióban részt vegyek teljes odaszánással, és ebben a motoros testvéreim bátorítottak, és ők vették a bátorságot, hogy felkeresték testvéreimet az egyház vezetésben, és ezt a kérést elé terjesztették a vezetőknek, hogy áldjanak meg engem, és rendeljenek ki ebbe a misszióba. És ez nekem olyan nagy örömet jelentett, hogy nem önként, hogy itt vagyok én, hogy kellene, hanem volt, aki ezt úgy látta, hogy helyettem kell ezt elmondani, és hogy miért áll itt a feleségem. Hát egyrészt azért, mert őnek is van motorja, ő is azok között van, akikkel együtt alapítottuk a keresztény motoros közösségét, most is vannak többen itt olyanok közöttünk, másrészt pedig azért, mert ő az én segítőtársam. És az egész életünket együtt szolgáltuk, és az a nagyszerű dolog, hogy ebben a motoros misszióban is együtt szolgálhatunk. És Annának ugyanúgy dobog a szíve a motorosokért, mint nekem. És ez azért tehetjük meg, mert valahogy észrevettük azt, hogy tudjuk szeretni a motoros embereket, a mindenkit. Tehát vannak ilyenek is, meg olyanok is, mindegyiket tudjuk szeretni, és mivel tudjuk őket szeretni, ezért örömmel elmondjuk nekik, hogy van megoldás az ő életükre is, és a megoldás Jézus Krisztus. Hallottuk tehát Kornél testvérnek a bizonyságtételét, hallhattuk testvérek azt, hogy a motorosok, keresztény motorosok, magyarországi keresztény motorosok közössége kért bennünket arra, hogy Heizer Kornél testvér feleségével együtt rendeljük ki erre a szolgálatra, és kérjük Isten áldását az ő életükre, és közös, együtt végzett szolgálatukra. Így kerül erre a sor a következő percekben. Kérem, hogy valamennyien álljunk föl. Durko István testvért kérem, hogy jöjjön ide, és mindannyiunk nevében, mint az egyház missziós igazgatója, ő imádkozzon most Heizer Kornél testvérékért. Mennyi atyánk, az a kérésünk és az a vágyunk most ezekben a különleges és szent pillanatokban, hogy a motoros társadalom legyen áldott a Kornélék és a keresztény motorosok szolgálata által, hogy minél több ember eljusson az evangéliumnak a megismerésére, a veled való kapcsolatra, hogy minél többen keresztényként tudjanak motorozni, úgyhogy a Krisztus hit ott van a szívükben. Imádkozom azért, Urunk, hogy ez legyen így, és imádkozom azért, hogy töltsd be a te szellemeddel Kornélt, az egész csapatot, áld meg őt, Uram, hogy ennek a csapatnak a lelkipásztoraként, vezetőjeként, szellemi látásként tudjon tőled elvenni mindig olyan dolgokat, ami előre viszi a motoros társadalmat, és tényleg újabb és újabb áldásokat tudnak közvetíteni a mennyből a motoros emberek felé. Urunk, hiszünk abban, hogy a menny minden áldása Krisztusban a miénk, és imádkozom azért, hogy ez a
ez a folyamat ez működjön. Áld meg Kornélt, a feleségét, kérjük, hogy védd meg őket, őrizd meg őket balesetektől, nyomorúságtól, nehézségektől, Uram. Tedd őket áldottá, erőssé, bátorrá, határozottá, hogy bárhol megjelennek, a Krisztusnak a szeretete ragyogjon ott, tudjon megnyilvánulni mindaz, ami a mennyből jön, kegyelem, áldás és üdvösség. Így imádkozom azért, Urunk, hogy ez a szolgálat továbbra is legyen a te kezedben, legyen a te áldásodban, legyen a te kegyelmeddel körülvéve. Vezesd őket, irányítsd őket, így szeretnénk kirendelni és elindítani őket ebben a szolgálatban. Az Úr Jézus Krisztusnak a hatalmas nevében. Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. A következő percekben még egy ima közösségre kerül sor, majd azt követően a záró hirdetések és a záró ének következik. Szeretném, hogyha imádkoznánk ma azért, hogy itt, akik itt vagyunk, ahogy hallottuk az ige hirdetést, hogy Krisztusra tekintsünk fel. És azért ezt a jelmondatot választottunk a mai napra, hogy vállaljuk a keresztet, miközben feltekintünk rá, hogy ahogyan Krisztust követjük, azt a szolgálatot, azt az elhívást vállaljuk fel, amire Isten hív bennünket. Nem amit mi egymásnak adunk, osztogatunk, hanem amire Isten hív meg bennünket, legyen az akár kárpátaljai szolgálat, legyen az a motorosok közötti szolgálat, legyen az a gyermekeink közötti szolgálat, legyen az régebbi vagy újabb gyülekezetekben, különböző területeken végzett szolgálat. Imádkozzunk ugyanakkor most különlegesen a kárpátaljai gyülekezetekért, az Ukrajnában élő baptista testvéreinkért. Az adokozásban majd két irányt szeretnénk jelezni. Egyrészt a kárpátaljai magyar gyülekezetek felé szeretnénk szolgálni ezen keresztül. Közel 10 olyan gyülekezetről gyülekezetre vagy gyülekezet plántálásra gondolhatunk, ahol folyik magyar baptista misszió Kárpátalján, és ahogy hallottuk, nagyon komoly nehézségek is, külső körülményeknek a szorításai közepette. Ugyanakkor szeretnénk bekapcsolódni abba az európai baptista projektbe is, amelyet az Ukrán Baptista Szövetség és az Európai Baptista Szövetség együtt gondoz, amelynek a keretén belül egyrészt a Donyecki, másrészt a Luhanszki megyében élő ukrán baptista gyülekezetek, testvérek felé szeretnénk szolgálni. Nagyon komoly nehézségek között vannak. Élelmiszerre, tartós fogyasztási cikkekre van szükségük, hiszen gyakorlatilag háborús viszonyok között kell élniük. Közel annyi baptista testvérünk menekült el ebből a két régióból, mint ahány Magyarországon él összesen. Közel annyi baptista kellett, hogy elmeneküljön. Olyan történetet is hallottam éppen nemrégiben az Ukrán Baptista Szövetség alelnökétől, hogy egy gyülekezetnek, amelynek el kellett hagynia az otthonát, lelki otthonát, imaházát, gyakorlatilag a lelkipásztor vezetésével elmenekültek, imádkozva az Úr előtt úgy érezték, hogy arra van küldetésük, hogy azért visszamenjenek, és azok között már az orosz érzelmű és az oroszországi emberekhez kapcsolódóak között is szolgáljanak, akik ott maradtak. És ennek a lelkipásztornak immár két gyülekezete lett. Egyik, amit kivezetett ebből a háborús zónából, és egy új jött létre, orosz emberek, illetve Oroszország, vagy az orosz közösséghez húzó gondolkodású közösség. Sokféle és számunkra érthetetlen, felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan és átláthatatlan körülmények között élnek, kell, hogy éljenek testvéreink. De imádságban ott lehetünk velük. És Isten, aki pontosan ismer mindent és mindenkit, válaszolni tud az ő kérdéseikre, szükségeikre. És bennünket is tud vezetni ebben. Imádkozzunk testvéreinkért. És imádkozzunk a motoros keresztény közösségért és az ő szolgálatukért benne, Heizer Kornél testvérékért is. Most elcsendesedve szeretném, hogyha mindannyian így imádkoznánk,
És hadd kérjem Nagy Lajos testvért a budafoki gyülekezetből, gyere majd ki ide elére, és a mikrofontól egy félperces csend után, amelyben mindannyian részt vehetünk, és ima közösségben lehetünk, és elmondhatjuk a mi imánkat Isten felé. Utána őt fogom kérni, a budafoki gyülekezet egyik elöljáróját, hogy vezessen bennünket imádságban, ima közösségben. Csendesedjünk el, és így félperces csendben imádkozunk mindannyian az Úr előtt, és ezt követően pedig Nagy Lajos testvért kére, hogy vezessen bennünket imádságban. Jézus Krisztus, köszönöm neked azt, hogy adtad számunkra ezt a lehetőséget, hogy felnézzünk rád, hogy szemléljünk téged. Köszönjük, Uram, azokat a perceket, alkalmakat, amikor találkozhatunk veled a mindennapokban. A te ígédből megérthetünk téged, megláthatjuk a te szépségedet. Uram, köszönjük, hogy ez történt ma is, hogy rád tudtuk szegezni a mi tekintetünket. Uram, de köszönjük, hogy te arra hívtál el bennünket, hogy olyanok legyünk, mint te. Uram, köszönjük, hogy dönthettünk melletted, és többen kimondhattuk azt, hogy igenis, Uram, a mi életünkkel neked akarunk szolgálni, neked akarunk élni. Kérünk, Uram, hogy segíts nekünk ebben. Köszönjük, Uram, hogy te érző szívet adtál nekünk az elesettek, a nehézségben élő iránt, testvéreink iránt, és Uram, köszönöm, hogy naponta fölteszed számunkra azt a kérdést, hogy tudjuk-e, hogy ki a mi fele barátunk. Uram, most ezekkel a gondolatokkal szeretnénk kárpátaljai testvéreink irányában gondolni, és kérünk téged, hogy erősítsd meg őket. Köszönjük, Uram, azt, hogy bizonságot tehettek arról, hogy érezik és látják mindennapokban a te közelségedet. Uram, add, hogy ezentúl is még jobban, még szorosabban érezzék és láthassák a te jóságodat velünk együtt. Uram, és kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket is irányukban, hogy együtt érezzünk veled. Urunk, kérünk téged azért is, hogy áld meg a motoros missziót is. Köszönjük, Uram, hogy olyan különleges módon szeretnél bennünket használni, és testvéreinket arra hívtad el, hogy ott, abban a helyzetben fények és világosságok legyenek. Uram, kérünk, hogy áld meg az ő életüket is, és kérünk azért is, hogy Uram, rázd fel bennünket, add meg nekünk azt, hogy egyre jobban szeressünk téged, egyre jobban legyünk hűségesek hozzád, egyre jobban lássuk meg azt, amire elhívtál bennünket. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünknek a vége felé közeledünk már, és néhány hirdetési gondolattal fordulok a közösséghez. Hirdetem azt, hogy délután 3 órakor találkozunk majd itt, reménység szerint itt kint, és nem kell bemennünk, hanem jó lesz az idő, és itt lehetünk. Turkó István, budaörsi lelkipásztor, közösségünk missziói igazgatója szolgál majd az igével, és a bizonyságtételeket hallgatjuk majd tovább. A kárpátaljai testvérektől, illetve énekben, zenében leszünk majd együtt. Bizonyára már mindnyáján érezzük annak a kellemes érzését, amely valahol ott a gyomrunk tájékán kezd alakulni, hogy egyre éhesebbek vagyunk és várunk az ebédre. Ezt részben megtehetjük abból az ételből, amit talán hoztunk magunkkal, és akár egymás felé is szolgálhatunk ezekből, de készült egy kiváló pince pörkölt. A bejáratnál lehetett esetleg vele találkozni, ha jól tudom, 350 adag ilyen étel készült. Révész István testvéréknek a
nyomán, szolgálata nyomán. Köszönjük ezt az ő részükre. Majd a végén hirdetek erről ennek a gyakorlati dolgairól. Hirdetem azt is a gyermekes családoknak, hogy egy ugráló vár is talán föl lesz majd állítva valahol itt a sportpályák környékén, és a gyerekek egy picit mozoghatnak abban is majd a két istentisztelet közötti időszakban. A baptista őstermelők, kézművesek különböző portékáikkal itt a könyves pultok mellett már elhelyezkedtek, talán találkoztunk is velük, keressük fel az ő standjaikat is, beszélgessünk velük, és akár vihetünk is az ő termékeikből. Egy táborozási alkalomra is hagy bátorítsak és hívogassam a gyülekezetet. A egyházunk és a szeretett szolgálat egy olyan pályázaton indult ebben az évben, amelynek keretében egy úgynevezett önkéntes tábornak a meghirdetésére van lehetőségünk. Így ebben az évben szeptember 9-e és 13-a között, ezek főleg hétköznapi napok, vasárnappal bezárólag, tehát néhány napon belül, itt a mi tahi táborunkban lesz ez a bizonyos önkéntes tábor. Tudjuk azt, hogy az önkéntes munka az ma különösen értékes, és a baptista közösségre mindig is nagyon jellemző volt ez, még mielőtt bármilyen törvényi keretek is szabályozták volna ezt. De igen, nagy lehetőség van arra, akár a szeretett szolgálaton keresztül is, hogy különböző olyan feladatokban részt vegyünk, egy-egy árvízi védekezésnél, vagy egy-egy ételosztásnál, ahol azért jó tudni, hogy nem csak úgy a szívünk lelkesedéséből, hanem némi felkészültséggel is tegyük ezeket a munkákat. Ez a tábor tehát arra készítené föl az itt résztvevőket, hogy ebben az önkéntes munkában a lelkesedésük, a hitük mellé egy kis tudományt is, ismeretet is ragasszanak, sokszor talán játékos formában, de valóságosan begyakorolva egy-egy szituációt. 16 és 99 év között várják a résztvevők, illetve a szervezők a résztvevőket, tehát igazából mindenki számára javasoljuk. Ami még fontos információ, hogy ez a tábor, ez teljesen költségmentes a résztvevők számára a pályázat miatt, tehát mind a szállás, mind az étkezés itt ebben a néhány napban biztosítva lesz, csupán az utazási költséget kellene majd vállalni a résztvevőknek. Itt a bejáratnál, itt a fák mellett van egy kis tábla, és ott fognak állni majd önkéntesek, testvéreink, akiknél a jelentkezésről még többet megtudhatunk, illetve Szerafin József testvért lehet majd ezügyben keresni. Tehát bátorítunk mindenkit, hogy ezen az önkéntes táboron is vegyünk részt. A könyvterjesztésben is nagyon szép és új kiadványok, könyvek is megjelentek, ezek között is vagy ajánljak néhányat. Sajámosi Éva testvérnő új könyve jelent meg, az ő fia megtéréséről, akit 25 évesen vitt haza az Úr, és az ő életéről szól ez a könyv, címe Öcsike, egy ócska drogos vagy egy szeretett gyermek. Olvassuk és vásárolhatjuk ezt a könyvet. Mint ahogy mostanában jelent meg Marosi Nagy Lajos testvérünk Tisztán és Hallhatóan című könyve, amely bizonyságtétel arról, hogy Isten munkája hogyan látható meg napjainkban, életünkben. A szerző is itt van mindkét könyv esetében, és akár dedikálják is az ő könyveiket. Almási Tibor, dr. Almási Tibor testvérünk prédikációs kötetei is megvásárolhatók ott a könyvterjesztésben, illetve Fritman Lászlóné Magdi néni, aki betegségben van, és imádságokat is kér az ő helyzetében, de az ő lánya a könyveket elhozta magával, és ebből a könyvekből is értesülhetünk az ő szolgálatáról, munkájáról. Szolgálatunk, illetve az istentisztelet elején köszöntöttük már dr. Tóth Piroskát és az ő szeretteit, és az ő könyvéről Pap János testvér szól most néhány mondatban. Egri ügyintéző lelkipásztorként találkoztam személyesen először dr. Tóth Piroska testvérnővel, és így ismerhettem meg először az ő élet történetét. Talán kevesebben tudják azt, hogy nem csak Füredi Kamilla szolgált Afrikában,
vagy mások, akikről talán máskor másut hallhatunk, vagy Cserepka testvér Dél-Amerikában, hanem Tóth Piroska testvérnő egyrészt az Európai Baptista Misszión keresztül, másrészt pedig különböző szolgálati helyzetekben, orvosmisszionáriusként, részint Ázsiában, részint pedig Afrikában szolgált, és nagyon örülünk annak, hogy aktív élete, életszakaszában találkozhattunk ővele. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy megismerhettem itt őt és az ő szolgálatát is. És miközben gondolunk ezekre a szolgálatokra, jó megismerni azokat a motivációkat, amiket testvéreink hordoznak, ahogyan Istentől kapnak elhívást. A napokban elnökségi munkatársaimmal együtt találkozhattunk Füredi Kamillával a kórházban, és ő is szeretetteljes köszöntését küldi, és imádságát kéri a közösségünknek, reményei szerint hamarosan felépül annyira, hogy kijöhet a kórházból. De nagyon érdekes volt Kamillán is, és Tóth Piroska testvérnőn is látni és a vele való kapcsolatban ezt tapasztalni, hogy olyan elkötelezettség van bennük a szolgálatra, az elhívás Istentől, ami ott beleégett a szívükbe. Kamilla is azt mondja, hogy hát hamarosan készül vissza Afrikába, miközben hát súlyos beteg, azért hozzá kell tennünk. De valahol ott van benne ez a kitörölhetetlen motiváció, és imádkozik azért, hogy legyenek követői. Adja az Úr, hogy legyenek közöttünk is testvéreinknek, akár Tóth Piroska testvérnének, akár Kamillának, akár más missziómunkásoknak olyan követői, akik talán ezeken a könyveken vagy bizonyságtételen keresztül kapnak Istentől elhívást, indítást arra, hogy a szolgálatát vállalják. Felhívom tehát a figyelmet erre az elkészült könyvre, és javaslom, hogy a testvérnővel való beszélgetésben, ami esetleg ott van a szívünkben, tegyük föl kérdést, és ismerjük meg az ő szolgálatát is. Isten áldását kívánom Piroska testvérnek az életére továbbra is. Az ebédeltetés rendjéről szólok még néhány mondatot. Azt a bizonyos pince pörköltet, amelyet többen is megrendeltek, itt a kőépületben, az ebédlő részben lehet majd elfogyasztani. Azt kérjük a gyülekezettől, hogy csak azok menjenek le oda a kőépületbe majd ebédelni, akik ebből rendeltek, vagy ebből szeretnének fogyasztani, hiszen korlátozott az ottani lehetőség, akik maguk hozták itt az autóknál, vagy itt a szabad téren tudjuk ezt elfogyasztani. Kérjük azokat, hogy azok menjenek elsőként majd le, akik már előre rendeltek, és ilyen módon jó rendben tudjuk majd ezt megtenni, és mindazok, akik még nem rendeltek előre, de szeretnének majd ebből fogyasztani, körülbelül egy olyan fél órával később induljanak, hogy ez is egy jó rendben mehessen. 1000 forintos áron lehet majd egy ilyen pörkölthöz hozzájutnunk. Ezek voltak talán a hirdetések, és egy záró éneket fogunk majd most énekelni, amely alatt megtartjuk majd a persejezést. Hadd kérjem meg azokat a gyülekezeti vezetőket, akik most itt vannak különböző gyülekezetekből, hogy jöjjenek majd ide előre, tehát mindazok, akik gyülekezeti vezetők a saját gyülekezetükben, jöjjenek ide előre, és a persejezés szolgálatában segítsenek majd itt a tábor minden részét foglaljuk majd el, és járjuk át. Kérjük majd, hogy az ének alatt álljunk föl, és ahol majd elhaladt a persely, ott majd foglaljunk helyet, tehát így jelezvén azt a testvéreinknek, hogy merre kell tovább lépniük. Az ének, amit majd énekelünk, a 3-as számú énekünk a papírunkon, a programfüzetünkben, csak Krisztusban kaptam reményt. Ezt a szép éneket énekeljük, és hagyj erősítsük meg újra a két témát, a gyűjtésünkre, részben a Kárpátalján élő magyar testvéreink megsegítésére, támogatására, illetve a kelet-ukrajnai háborús áldozatok családjainak a megsegítésére ajánljuk ezt föl, így hozzuk meg áldozatunkat. Köszönjük testvéreknek, akik már jöttek ide előre, és a gyűjtést majd a végén kérjük, hogy ide hozzák vissza az Úr asztalához. Tehát a 3-as éneket fennállva mindnyájan énekeljük. Thank you.
Köszönjük neked ezt a délelőttöt, köszönjük a csodálatos időt, az ígét, a teremtő ígét, ami bennünk akar újat teremteni, és köszönjük azt, amit elvégeztél bennünk. Segíts, Urunk, hogy ezzel a lelki táplálékkal a szívünkben induljunk tovább, és kérjünk, hogy az asztal közösségre, az ebédre, a beszélgetésekre is adj áldást most a következő két órában, és segíts majd újból együtt lenni, és lelkileg éhezve, vágyakozva érkezni az Isten tiszteletre, hogy kaphassunk tőled ígét. Így kérjük, hogy az Úr Jézus kegyelme, a mennyei Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus.